Nem sokkal reggel 7 óra után kisebb tömeg gyűlt össze a pécsi Széchenyi téren. Nem véletlenül, hiszen szeptember 22-e az autómentes nap. Ebből az alkalomból pedig bringás reggelire várták a kerékpárral érkezőket. Megkérdeztük a bicikliseket, ők mikor használják ezt a közlekedési módot. Én egyetemistaként gyakorlatilag 7 évig csak kerékpárral közlekedtem itt Pécset. Azóta már van autóm is a munkám miatt. Sajnos hát azzal járok, de nagyon a belvárosban biciklivel járok, de nagyon fontosnak tartom azért, hogy az emberek minél többen kerékpározzanak a környezettudatosság jegyében. Egyrészt, amikor tehetem, akkor munkába, illetve a városon belül, és kis túrákat is szoktunk tenni, leginkább Orrfű oda-vissza. Arra is van pár ötlet, hogyan lehetne rábírni az autósokat, hogy ők is a bringázást válasszák. Talán, hogyha akár a munkáltatók részéről bizonyos támogatás járna, azért akár az eszköz megvásárlására, vagy akár nem tudom, kilométer támogatásként, hogyha valaki lecseréli a bringára az autót. A bringás reggelit egyébként idén második alkalommal rendezte meg az Ökováros Ökorégió, valamint a Zöld Híd Alapítvány. A kerékpárosok pedig nem üres kézzel távoztak. Igyekeztünk olyan reggelivel várni őket, ami helyi termék, illetve az ital pedig 100%-os gyümölcslés, üveg csomagolásban, úgyhogy a kínálatnál is fontosnak tartottuk, hogy legyen egy zöld üzenete, tehát nem csak az autómentesség, hanem a fenntartható fogyasztást is próbáljuk ezáltal továbbadni. Az eseményen emellett a rendőrség is részt vett a Bike Safe elnevezésű programmal. Ennek keretében kerékpárgravírozásra is nyílt lehetőség, illetve a biztonságos közlekedésre is felhívták a figyelmet.